Sziasztok! Újabb videóval jelentkezem, amelyben azt szeretném bemutatni, hogyan tudtok belassítani 25 vagy 30 FPS-es videót úgy, hogy ne akadozzon, folyamatos legyen a lejátszás. Ezt szeretném nektek megmutatni. Beúztam, bekészítettem egy rövid kis videót, amelyet megmutatok. Nincs benne szerkesztve semmi. Így néz ki szerkesztés nélkül. És ezt fogom belassítani 20%-ra. Meg is mutatom nektek. Itt a videó. És itt van. 30 FPS-re felvéve. Majd kivágtam egy kis szakaszt, amelyiket szeretném belassítani. Ez ennyi. Mutatom is, hogyan tudjuk megcsinálni. Kiválasztjuk, hogy ki vágott részletet, majd belépünk az inspektorba. Azon belül Speed Change ablakot lenyitjuk. Itt kipipáljuk a Replay Timeline-t. Majd belassítom a videót 20%-ra. Huszonegyre sikerült. Elnézést az 1%-ért. Nézzük meg most, hogyan néz ki. Kinyitom. Ugye itt látható azért, elég jól akadozik a videó. Nem az igazi. Folyamatos szép lejátszás. Mutatom, mit kell tennünk. Ugyanitt lejjebb görgetünk. A Return on Scaling ablakot lenyitjuk. Azon belül a Return processzor ablakot. És a legalsó az opcionál flow-t rákattintunk. És nézzük meg most a videónkat milyen lett. Azért látni a különbséget. Még egy sem az igazi, de sokkal jobb, mint az előbb, hogy nem jelöltem ki ezt az opciót. Azért egy 30 FPS-es videótól nem rossz egy ilyen beállítás. Ennyit szerettem volna. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!